Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi várható április hónapban? Egy ingás jóslás. Kezdeném is. Amennyiben az inga jobb oldalra fordul ki, ott megkapunk egy választ. Ez a kép is mutat valamire. Ezek a képek mutatják, hogy mi várható április hónapban. A könyvek arra utalnak, hogy tanulás lesz. De a gyerekekkel kapcsolatban mutathat iskolát is. Lehet, hogy az iskola be lesz zárva, erre utal ez a koporsó. És hogyan tovább ebben az időben, amikor bennünket ez a koronavírus foglalkoztat, és az iskolák be vannak zárva, természetesen ez okoz gondokat, félelmeket. Nem csak egyes személyeknél, hanem az egész családban. Tehát érinti az egész családot, erre utal ez a ház. Ez a három kártya, tehát mutatja itt a félelmeket. Ezek az egerek utalhatnak vírus fertőzésekre is, és pontosan ez most a téma. Sokakban félelmet vált ki. Ez a kombináció mutathat költözést is. Bizonyára nem mindenkinél, de van, akit ez elfoglalkoztat, ennek a gondolata, mert itt véget ér valami, és a gyerekek mutatják az új irányt, tehát az újdonságokat, vagy egy új otthont, egy új kezdetet. Mi, hölgyek, állunk a középpontban. És ez nagyon fontos, ez a nőies erő. Mert most belőlünk sugárzik ki az az erő, amire a családnak szüksége van. Tehát nem adhatjuk fel a reményt. Visszatérve ezekre a könyvekre, ez mutathat zárkózottságot is. De ez a zárkózottság véget ér. És elmúlnak a félelmek. Sokaknál lesznek változások, valami véget ér itt, és tervezik a család alapítását, és ezt gyerekekkel. A középpontban mi hölgyek állunk, és mi hozunk most fontos döntéseket. Összefoglalnám, hogy mi várható április hónapban. Vannak problémáink, vagy félelmeink. De egy része lehet, hogy most így az is lehet, hogy sokakat foglalkoztat egy költözés, vagy a család alapítása. A gyerekek a középpontban állnak épp úgy, mint mi hölgyek. És az iskola, a tudás nagyon fontos. Az is előfordulhat, hogy a vírus miatt, amit az egerek is itt szimbolizálnak,
Szünetel az iskola. Erre utal ez a kép. Amiről még ezek a könyvek beszélnek, ez a zárkózottság, visszahúzódás és a titkok. Tehát meg kell, hogy őrizzük titkainkat, vagy nem sokat beszéljünk erről a vírus betegségről, inkább legyünk visszahúzódóak. És ez volt az Inga jóslás április hónapra. Köszönöm figyelmeteket! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!